Mások mellett a Mözsi Német Klub énekkara is megmutatta magát nemrégiben, ugyanis 28. alkalommal tartotta meg a Nemzetiségi Napot a Tolnai Német Önkormányzat. Igyekeztünk minden alkalommal részt venni, amikor lehetőség volt rá. Voltak alkalmak, amikor másfelre is elhívtak bennünket, természetesen akkor egyszerre két helyen nem tudunk jelen lenni, de azért, hogy otthon fellépjünk és itthon mindig találkozzunk ismerősökkel, régi csoportokkal, az nagyon fontos számunkra. A rendezvényen a Német Önkormányzat által 2020-ban alapított elismeréseket is átadták. Pedagógus kategóriában Stadler Katzenberg Éva, a Vasinszky-Mór Általános Iskola tanítója vehette át a Tolnaváros németségéért díjat. A magánszemélyek közül pedig Steinbach Ferencet, a város Német Önkormányzatának egyik alapító képviselőjének, későbbi elnökének ítéltek oda a kitüntetést. Ez a 28. nemzetiségi nap azért is fontos, mert ez az önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye minden évben. A kultúrát és a hagyományok ápolását szeretnénk fenntartani. Ehhez hozzátartozik, hogy itt helyet adunk az iskolásoknak, óvodásoknak, hogy bemutathassák a tanévben tanult dalokat, játékokat, bemutathassák azt, hogy mit tanulnak ők a nemzetiségi oktatás keretén belül. A programon Appelszófer Ágnes Tolna polgármestere is részt vett. Beszédében arra buzdította a résztvevőket, hogy vállalják büszkén gyökereiket, német nemzetiségi identitásukat. Vannak nemzetiségi óvodák, az iskolákban van német nemzetiségi nyelvoktatás, és nem csak a nyelvet, hanem a többi hagyományt is őrizzük, hiszen akár a művészetben, akár a táncban, énekben, esetleg a gasztronómiában nagyon-nagyon sok olyan érték van, amit érdemes megőrizni. És ha mi nem őrizzük, és nem adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor lehet, hogy 30 év múlva már sokkal kevesebben lesznek itt egy ilyen alkalommal. A polgármester hozzátette, hogy a városvezetés a jövőben is minden projektben igyekszik támogatni a német önkormányzatot. A nemzetiségi nap hátralevő részében további fellépők szórakoztatták a megjelenteket.